Mi Magyarországon élünk, magyarok vagyunk, magyarul beszélünk. Ez egy egyedülálló és különös nyelv, amely a türk nyelvekkel áll rokonságban, állítja a miniszterelnök. Rényi András ezzel kapcsolatban azt írta, elhatalmasodik a téboly, nekünk tényleg Mohács kell. A stúdióban Rényi András. Na persze az kérdés, hogy ez már Mohács-e? Vagy még csak úton vagyunk egy szekéren valami felé. Jó estét. Jó estét. Hát, ahogy vesszük, ha Mohácson a nemzet halált értjük, tehát hogy egy ország számára válik nyilvánvalóvá, hogy vége van egy nagy korszaknak, akkor még ez nem Mohács. Ezt még az ország nem észleli. De azt gondolom, hogy ez rohamosan tartunk. És ami a leginkább ijesztő, a tempója, hogy hogyan gyorsul föl. Az, amit én úgy írtam ebbe a kis blogpostba, hogy a téboly. Eluralkodik a téboly. A téboly hol megfogható ebben a történetben? Egyáltalán a történetet magát írjuk le, hogy az mi? Hát, ugye én csak médiafogyasztó polgár vagyok, tehát most ebben a tekintetben nem tudok mást mondani, mint amit bárki, aki egy kicsit figyeli, hogy mi történik a nyilvánosságban, láthat. Tehát én azt látom, hogy itt a miniszterelnök olyan helyszínekre bukkan fel, olyan dolgokat mond, amilyeneket mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt még így biztos nem mondott volna. Akkor is mondott már mindenféléket. Én emlékszem például arra a nevezetes ópusztaszeli beszédére, ahol ugye a Turulban születtünk valamennyien, ezt a gondolatot bontotta ki, és már ott is úgy beszélt, mint aki egyszerre beszél mondjuk az ős magyar tradíciókat, a pogány magyar tradíciókat őrző sámán hívőkhöz, vagy ahhoz a szélső jobboldali szubkultúrához, amelyik ezt a dolgot kultiválja, mondjuk a Kurultáj környezetéhez. Ugyanakkor szól a keresztényekhez, a magyar keresztényekhez, és közben megbeszél ugyanabban a beszédben egyszerre egy furcsa retorikai bravúr, ez tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nagyon gondosan megírt, bár nagyon zavarosnak ható, de valaki alap végig elemzi, akkor látszik, hogy gondosan megírt szöveg, amely közben még erre rátesz egy olyan technokrata réteget is, hogy a magyar parasztság, meg a magyar gazda, aki ugye számon tartja a jó szerint. Nem lehet, hogy itt a nemzet, a nemzeti kifejezés az, ami Orbán Viktor fejében is az ő hívei gondolkodás mondja, mert ezt az egészet összeköti és emészthetővé teszi? Tehát, hogy itt az ős magyar történet, a magyarság összetartozása, a magyarság és a kereszténység, a magyarság és a mostani gazdasági felemelkedés, ez így szépen összefolyik, és egy ilyen nagy történetté válik, amit lehet mesélni. Hát igen, de a nemzetnek egy olyan fantasztikus fogalma ez, amely nem a nemzet valós tagjaival, nem a polgárokkal, nem a társadalom csoportjai és rétegeiről beszél, hanem valami olyan nemzet képzetről, vagy valami olyan nemzeti közösségről beszél, amelyik tulajdonképpen sose létezett. Egy képzelt, egy költött nemzet, egy fantáziált nemzet, egy nemzet, amelyikről azt gondolhatja, hogy sokaknak a nemzetre való érzelmeit kielégíti. És ezért, na most ami az érdekes ebben az egészben, és nekem többen ez a fő mondókám ezzel kapcsolatosan, hogy ugye olyan fokú sokszínűség jellemzi, hogy így fogalmazzam ezt a fajta kormánykommunikációt. Az egyik pillanatban arról beszél a miniszterelnök, hogy megvédjük Európát, a kereszténységet. Mi keresztény demokráciát építünk. Értsük jól, amikor a keresztény demokráciáról szokott beszélni, akkor ezt a sajtóban gyakran egy szóba írják, keresztény demokrácia, mint hogy ez valami párt, ami... Nem, itt nem erről, ez egy keresztény demokrácia. A kereszténység az egy tulajdonsága ennek a demokráciának. Most a mi demokráciának az az alaptulajdonsága, hogy keresztény, és mi megvédjük a kereszténységet, mert a magyar történelem 1000 évre visszamenőleg ugye mindig a nyugati fronton a keleti fronton védte a nyugatot, és ez a magyar, ennek a jobboldali nemzeti narratívának az egy központi gondolata, tehát hogy megvédjük a kelettől, most éppen a muszlimoktól. És utána 2 hét múlva elmegy egy közép-ázsiai ország, nomád
találkozóra, sporttalálkozóra, és ott parolázik csupa olyan Erdogántól egészen a türkmén elnökig, vagy az eri elnökig, csupa olyan politikussal, akik közismerten diktatórikus rendszernek az élén állnak, és egyébként muszlimok. És nem is annyira keresztény hogy, barátok. Hogy lehet, hogy még egy ehhez hasonlót mondjak. Hát ott van a, emlékszünk a Safarov ügyre. Ugye az azeri baltás gyilkos. Igen. Aki ugye egy keresztényt, egy örmény keresztényt ölt meg. És akit ugye úgy adtunk ki az azerieknek, hogy elhittük nekik becsszóra, hogy börtönben fogják tartani. Én értem, ezek csodálatos ellentmondások, nagyon jól megfoghatók ugyanis. Hogyan lehet az, hogy ez sem az Orbán Viktor miniszterelnök rajongótáborát, és azért ez egy nagyon kiterjedt rajongótábor a magyar társadalomban, sem a Fidesz szavazóit, amelyik egy másik réteg azért, ennél egy még tágabb réteg, sem a nemzetközi politikában az ő kapcsolatait nem befolyásolja. Amikor arról beszélnek, hogy Orbán Viktor szavahihető, hogy Orbán Viktor komoly-e, hogy amit Orbán Viktor mond, az holnap is igaz-e? Hát őszintén szóval nem tudjuk, hogy valójában ezt hogyan veszi a közönség. Én őszintén szóval nem vagyok abban olyan nagyon biztos, hogy nincsenek ebben az országban többségben azok, akik átlátják ezeket az ellentmondásokat. Az, hogy az emberek ebből levonnak-e valamilyen politikai következtetést, hogy kimennek az utcára, vagy csinálnak-e valami ellenzéki mozgalmat erre, az egy másik kérdés. Ez nyilván nincs ebben a szituációban, ez a rendszer éppen fölfelé emelkedő emelkedőben van, tehát e pillanatban nem lehet látni azt, hogy ez ellen valós ellenállást bontakozni. Igen, de hogy idő után túl sok lesz a mondás, és túlságosan sok félre lesz a mondás, azért az zavaró lehet. Hát ezt mondom, tehát hogy ez, itt olyan belső konzisztencia zavarok vannak ebben az ideológiában. Olyan abszurd dolgok történnek nagyon rövid időn belül, és nagyon ellentétes irányokban, Amik egészen biztosan a közönség java részében azért kérdéseket föltesznek. Más kérdés, az emberek ténylegesen fölteszik-e maguknak ezeket a kérdéseket, és meggondolják-e, hogy ez vajon helyes-e így, vagy van-e ennek valamilyen alapja, vagy nem. Ugye egy olyan médiavilágban élünk, ahol ráadásul a politika abszolút mediatizált, minden megjelenés folyamatosan a nyilvánosság számára van előkészítve, kipreparálva, vagyis folyamatosan arról van szó, hogy dominálni akarják a médián keresztül a közvéleményt, a közgondolkodást. És azt is látjuk, hogy a média, ez a digitális média, amiben ma élünk, hogy ez noha globális technológia is úgy tűnik, hogy mindenki számára hozzáférhető, valójában mégiscsak úgy működik, hogy ilyen véleménybuborékok, véleményközösségek alakulnak ki benne, és azért lehet páva táncolni ebben a médiában úgy, hogy ne, kvázi ne bukjon le, mert persze lebukik nagyon sokszor, de nagyon gyakran az történik, hogy az emberek mindenki a maga burkában lévő információkat kapja. Hát meg régen Facebook... ugye az újságcikk megírt valamit, és azon hetekig lehetett csámcsogni. Ma egyik mondás a másikat írja felül, másnapra alig emlékszünk, hogy mi történt. Igen, csak azt akarom ezzel mondani, hogy tehát a Facebooknak például van egy olyan algoritmus, amelyik ugye úgy dobja föl mindenkinek a saját oldalára a véleményeket, hogy gyakorlatilag mindig ugyanazoknak az embereknek a véleményét látom. Azok akikkel egyívású vagyok, akik azonos gondolkodású vagyok, akik a barátaim, és emiatt egyszerűen ki vagyunk zárva, bizonyos fajta, mindenki ki van, bizonyos értelemben be van zárva saját ilyen kvázi szubkultúrájában. A médiában ez egy nagyon, nagyon hosszú téma, és annyi időnk nem lesz, viszont térjünk vissza az előzőhez, mert szerintem az nagyon izgalmas. Hogyha össze-vissza mondások adják egy rendszer alapját, és tekintsük ezt az orbáni világot egy rendszernek, hát hiszen egy rendszert épít, ezt nem is tagadja. Nem hiányzik egyfajta stabil alap, ami mindig ugyanaz, ami nem megkérdőjelezett, és nem helyfüggő, hogy éppen hol, hogyan hangzik? De hát épp ezt tartom az alapvető problémának, tehát hogy miközben olyan, az gyakran előfordul, hogy egy politikus össze-vissza beszél, mindig a megfelelő kontextusban mindenkinek azzal udvarol, mindenkinek azzal kedveskedik, amit éppen hallani akar tőle. Ez gyakori dolog, és ugye a miniszterek is folyamatosan jár, hiszen szövetségesekre, anyagi támogatásra, mindenféle üzenetekre van szüksége, tehát ez természetesen vele jár a szakmájával, hogy ilyen értelme udvarolnia kelljen.
A probléma az az, hogy ezt az udvarlást és ezt a nagyon különböző irányú udvarlásokat egy nagyon erős identitáspolitikai mázzal önti le, hogy folyamatosan az identitásról beszél. Mi magyarok? És ez a probléma, hogy ez hogy jön össze? Hogy lehet az identitáshoz, az valami, azt gondoljuk, hogy az valami olyasmi, ami valahogy stabil, valahogy önazonos, valahogy folyamatos, valahogy folytonos. Ráépül a történelmünkre, ráépül a kultúra, ugye állandóan a kultúráról beszélnek, a kultúra, amelyik ugye megőrzi a nyelv, amelyik megőrzi az identitásunkat. Ugye most is a miniszternek beletalált szaladni egy nyelv történeti kérdésbe, amiben talán nem kellett volna belemennie, hogy a magyar nyelv az a türk nyelve lenne bármilyen szempontból rokonságban. Közismert, a magyar nyelv az nem türk eredeti nyelv, hanem az egy finugor nyelv. A nyelvünk finugor egyébként, ettől még az nem azt jelenti, hogy a magyarság nem élt hosszú évszázadokon keresztül közösen együtt különböző türk népekkel, és ezért ne lennénk testvéri kapcsolatban, vagy ne lehetnénk testvéri kapcsolatban. Ezzel semmi baj nincs egyébként önmagában. Itt a probléma az, hogy ez az egész be van ágyazva egy ilyen nagyon masszív nyugatellenes identitás politikába. És még egy dolgot hagyd mondjak ehhez. Azt gondolom, hogy ennek a rendszernek a sorsa nagy mértékben azon múlik, hogy tud-e konszolidálódni. A konszolidálódás azt jelenti, hogy be tud-e rendezkedni úgy, hogy az emberek elfogadják, mint valamit, amivel együtt lehet élni, mint valamit, amivel meg lehet békélni. És ha belegondolunk abba, hogy az elmúlt másfél évszázadban Magyarországon három nagy korszak volt, három hosszú évtizedes korszak volt. A Ferenc József korszaka, Horthy Miklós korszaka és Kádár János korszaka. Mind a hárman vérrel, terrorral, nagyon durva konfliktus árán kerültek hatalomra. Erőszakkal, brutális erőszakkal. És mind a három azért tudott évtizedekig fönnmaradni, hatalomban maradni, mert ezt a vérrel megszerzett hatalmat lassan konszolidálni tudta. Ki tudott békülni, megbékélt azokkal, akiket erőszakkal levert. És ezt a társadalom végül is jól fogadja. Ha jól értem, azt mondja, hogy ez a feladat még Orbán Viktor előtt áll? Orbán Viktornak egy egészen speciális helyzete van. Ő ugyanis nem vérrel és nem terrorral került hatalomra, hanem demokratikus szabad választásokon. Neki egyáltalán nem kellene olyan tempót diktálnia, mint amit most diktál. Egyáltalán nem szorulna rá arra, hogy ő konszolidáljon. Ő tulajdonképpen konszolidált viszonyok között került a hatalomba. A kérdés tulajdonképpen az, miért kell neki folyamatosan harcolnia? Rényi András művészettörténész, Esztétap Egyetemi tanár volt a vendégünk. Köszönöm szépen.